Köszöntöm nézőinket a Telena magazint, látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel foglalkozunk a következő percekben. Előkészületben a következő pályázati ciklus. Biztonságos óvoda címet kapott a Pík Pangovi. Farsangoltak a vándorló szépkorúak. Nagycsaládosok farsangi báján jártunk. Az önkormányzatoknál, így a Tolnainál is dolgoznak a következő pályázati ciklus előkészítésén. A stratégiai tervekben határozzák meg azokat a célokat, amelyekhez majd az adott pályázatok megteremthetik a szükséges anyagi forrást. Tolnán elkészültek a tervek. Mire helyeződjön a fejlesztések hangsúlya a következő pályázati ciklusban? Erre a kérdésre ad választ a stratégiai tervezés, melyen az önkormányzatokban szerte az országban, így Tolnán is keresik a választ. A kérdés bonyolultabb, mint ahogy az elsőre látszik, hiszen a most meghatározott célok jelentik a szamárvezetőt a 2027-ig tartó esztendőkben, amikor konkrét pályázatokban kell majd testet öltenie a megfogalmazott céloknak. Én azt gondolom, hogy beleteszünk még mást is, tehát vannak olyan stratégiailag nagyon fontos fejlesztési területek a városban, amit várhatóan nem fogunk tudni uniós top plusz forrásból finanszírozni, de azt gondolom, hogy meg kell fogalmazni mindettől függetlenül azokat a, most itt történetesen akár a Holduna víz utánpótlásának és mederkotlásának a megoldására gondolok. Tehát ezeket is mi igyekszünk megfogalmazni. De itt most nem feltétlenül, tehát a fenntartható városfejlesztési stratégiában különböző irányvonalak mentén kell a tervezést megfogalmaznunk. Tehát igen, hogyha az a kérdés egyébként a nézők számára, hogy pontosan leszeretnénk-e írni, hogy mik azok a fejlesztési pontok, amiket fejleszteni szeretnénk, például hogy mondjak egyek utak felújítása, vagy a városi csapadékvíz problémájának a megoldása. Igen, ezeket is meg fogjuk fogalmazni, de magában a stratégiában ennek az indokoltságát kell megfogalmazni. Tehát, hogy mik azok a stratégiai irányvonalak, amikre ezeket a fejlesztéseket rá tudjuk húzni majd annak idején. A prioritások megfogalmazását követően az elképzelésekről a polgármesteri hivatal kikérte a társadalmi szervek képviselőinek véleményét is. Ugyanakkor a képviselőtestület tagjai egyben egy tolnai körzet mindennapos problémáiban is jártasak, így ezek megoldása is helyet kapott a tervekben. Gyakorlatilag 5 tervezési elv alapján valósul majd meg a tervezés. Az egyik a prosperáló város, tehát a helyi gazdaság fejlesztése. Ez nem azt jelenti, hogy mi fogunk gazdasági létesítményeket létrehozni, hanem azt jelenti, hogy azokat a területeket, ipari övezeteket, például a volt laktanya területén lévő ipari övezetet, ahol már most is működnek gazdálkodó társaságok. Ott például út és közvilágítás és vízszennyvíz, tehát közművesítést tervezünk. Tehát azt gondoljuk, hogy ki kell szolgálnunk azokat a gazdálkodó társaságokat is, akik már jelen pillanatban ott tevékenykednek. A zöldülő város, ami ugye nyilván függ részben az alternatív energiaforrások bevonását is megcélozza. Tehát azt látjuk, hogy ugyan a lakosság nem érzi a rezsiszámláin, hogy magasabbak lennének jelen pillanatban, de azt tudjuk, hogy akár a gazdasági társaságok, akár az intézmények, akár a városházában az energiaár az lényegesen magasabb. Tehát próbálunk itt is valami alternatív megoldást találni. A digitális város, ami hát most lehet, hogy még egy kicsit furcsának hat, bár a 21. század elején vagyunk, és egyre többen használják a digitális megoldásokat. Ezen városi szinten jelen pillanatban nem feltétlenül vagyunk felkészülve, úgyhogy ez is egy irányvonal, ez a digitális okos megoldások alkalmazása történjen meg, például a városüzemeltetésben is. Az egyik kardinális kérdés, hogyan tartsa meg Tolna az itt élő lakosságot, és ezen belül is a fiatalokat annak érdekében, hogy az évek alatt ne öregedjen el Tolna.
Én azt gondolom, hogy ez elég nagy probléma egyébként a fiatalok elvándorlása is, és megszólítása is. Igyekszünk valami olyan formát keresni, akár mondjuk a középiskolásoknál kezdve, ugye Tolnán működik egy gimnázium, hogy mi az, amit ők szeretnének a lakóhelyükön. Az már nyilván elavult, ők nem fognak feltétlenül sakszakkörre, könyvtárba és kézi munkaszakkörbe menni, és lehet, hogy a mikorosztályunk már nem is tudja, hogy mit szeretnének, arra jutottunk, hogy meg kéne őket kérdezni. Tehát most visszatérve arra a megtartó városra, tehát hogy a város tartsa meg a lakosság számát, és ehhez nyilván szükség van arra is, hogy például azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket végrehajtjuk, amiket egyébként eddig is hajtottunk. Tehát, hogy bölcsödét építünk, óvodákat újítunk fel, iskolákat újítunk fel, sportlétesítményeket újítunk fel, uszoda épült a városba. Ezek mind-mind olyan elemei az infrastruktúrának, amik én azt gondolom, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a város ne veszítsen a lakosság számából. A városi szolgáltatás minőségéhez hozzátartozik az infrastruktúra fejlesztése is. Ez is egyik eleme a stratégiának. Mindenképpen szerettük volna, hogyha ennek a stratégiának, vagy ennek a fejlesztési ciklusnak a megvalósításában szerepel a Szekszárdot Tolnával összekötő kerékpárút, de úgy tűnik, hogy ezt más forrásból tudjuk finanszírozni, állami forrásból, és nem mi fogunk rá benyújtani pályázatot, hanem ez egy, akár az Eurovelo 6 részeként egy országos beruházás lesz. Ez nekünk mindenképpen jó hír, hiszen a cél, hogy Szekszárdot Tolnával, kerékpárúttal összekössük, ez meg tud valósulni, de nem ebből a 4,5 milliárd vagy 4,4 milliárd forintból, hanem más forrásból. Ez azt jelenti, hogy ezt az összeget mi másra tudjuk fordítani, nyilván ennek lesz helye. Ez nem kevés pénz, hozzáteszem, tehát ez több, mint a duplája annak, mint az Európai Uniós ciklus korábbi fordulójában a város elnyert, de azt gondolom, hogy mindenképpen hasznosan fogjuk ezt elkölteni. Biztonságos óvoda elismerő címet nyert a Tolnai Pittypang óvoda. A pályázatot a Közlekedéstudományi Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága hirdette meg még 2021-ben, és ehhez a projekthez csatlakozott az intézmény is. A program célja, hogy az óvodásokat felkészítsék a biztonságos közlekedésre, szélesítsék e téren az ismereteiket. Országosan is elismert díjjal büszkélkedett a tolnai Vosinszky Mór óvoda Pittypangovija. Többek között ők is elnyerték a biztonságos óvoda címet. A pályázatot az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Közlekedéstudományi Intézet hirdette meg 2021 nyarán. A felhíváshoz országos szinten számos intézmény csatlakozott, Tolna megyéből pedig 7 óvoda kapta meg az elismerést jelentő táblát, ami ezentúl az Ovi kapuján díszeleghet. A projekt elsődleges célja az óvodások biztonságos közlekedésre való felkészítése, az óvodák szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve. A program keretében az óvodapedagógusok rendszeresen képzéseken vehetnek részt, és azok az óvodák, amelyeknek pedagógusai ezeket a programokat elsajátították, a biztonságos óvodatábláját kapják meg, melyet kihelyezhetnek saját óvodájukra. 2021-ben Tolna megyéből összesen 7 óvoda csatlakozott ehhez a programhoz, amelynek átadójára nemrégiben került sor Dombóváron, Atalán, Decsen, Tolnán, Györkönyben és Tengelicen. Kollégám, Botani Kis Gabriella rendőr alezredes asszony adta át ezeket a kitüntető címeket azoknak az óvodáknak, akiknek pedagógusai elvégezték a programot, és így méltóvá váltak a biztonságos óvoda címére. A biztonságos óvoda program további célja, hogy ösztönözze és segítse a közlekedési nevelés megvalósítását, és ehhez támogatást adjon az óvodapedagógusoknak is. Badics Linda telephelyvezető kezdeményezésére pályázott a Pittypangovija felhívásra. Olyan közoktatásnevelési intézmények jelentkezhetnek erre a cím elérésére, akik saját OM-azonosítóval rendelkeznek, illetve még nem jelentkeztek a biztonságos óvoda programban.
Miután elolvastam a pályázati kiírásnak a céljait, úgy éreztem, hogy test közelben vagyunk úgymond a mi sajátos óvodai nevelési programunkkal, hiszen projektrendszerű fejlesztésen alapszik a gyermekek fejlesztése, és ez a felhívás pont arról szól, hogy a közlekedést, mint projektet kidolgozva adjuk át a fejlesztést minél részletesebben a gyerekek számára. Ismertettem kollégáimmal ezt a felhívást, mindenki úgy gondolta, hogy mivel minden csoportunk foglalkozik ilyen jellegű tevékenységgel a saját gyermekeik körében, ezért pályáztuk meg ezt a címet. Az én csoportom egy vegyes életkorú csoport, úgymond, és kolléganőmet úgymond bele invitálva ebbe a programba jelentkeztünk a felhívásra. Az ő segítségével, Kovács Edittel együtt elvégeztünk egy rövid kis egynapos képzést, melyet a Közlekedéstudományi Intézet szervezett. Kaptunk egy tanúsítványt erről, és egy módszertani segédprogrammal, egy ilyen kidolgozott tevékenység sorozattal tudtuk a gyerekek számára átadni ezt az ismeretanyagot. Ahogy említettem, csoportunk vegyes életkorú csoport, így évről évre számukra ez már egy visszatérő anyag volt, mert korábban is foglalkoztunk már a közlekedés anyagával, viszont most kaptunk egy olyan részletes útmutatót, amiben megerősítést kaptunk arról, hogy ideig is jól dolgoztunk, és egy kis pluszt kaphatunk még segítségül abban, ami a munkánk. Fő feladatunk volt, hogy a gyermekeknek az 5-7 éves korú életkorban már megalapozzuk és kialakítsuk a biztonságos közúti közlekedés alapjait. Mivel óvodánk a város kertvárosi részén fekszik, ezért a gyerekeknek ez már nem volt idegen, hiszen nagyon sokan a jó idő közelettével, biciklivel, rollerrel, kerékpárral, esetleg gyalogosan érkeznek az intézménybe. A pályázatot 2021. július 2-áig lehetett beadni, megyénként 10 óvoda vehet részt évenként a programban. A projekthez 2016 óta több mint 700 óvoda csatlakozott, ami azt mutatja, hogy a kezdeményezés hasznos, örömmel vesznek részt benne a pedagógusok és a gyerekek is. Klasszikus mesefiguráknak öltöztek a vándorló szépkorúak baráti körének tagjai az idei télűző báljukon. Ófehérke és a hét törpe Piroska, Vasorú bába is még sorolhatnám. Összesen 24-en bújtak jelmezbe és nevettették meg társaikat a farsangi mulatságon. Jó hangulatba telt az egész nap, a jelmezes felvonulás után tánccal mulatták az időt a szépkorúak a késő esti órákig. Zsinka János, a baráti társaság elnöke, aki idén királynak öltözött, elmondta, hogy közel 60-an jöttek el a télbúcsúztató ünnepségre, hogy tánccal, zenével, mulatozással elűzzék a telet és köszöntsék a tavaszt. A délutáni volt a mulatság, a délelőtt viszont egészen másról szólt. A program a 2020-as és a 21-es évnek az értékelése, mivel nem tudtunk már ilyen farsangi válogatott évzárokat tartani, és megtartottunk, és közben ismertettük a 2022-es év programját, nagyon-nagyon sok programunk van, sok-sok fürdés, mindenhol megyünk egyszer fürödni, kirándulás van, Kalocsára veszük áprilisba az utunkat, Kalocsa nevetességeit megnézzük, elmegyünk a híres hajósi pincefalóba, és egy nagyon nagy rendezvényünk van, 5 évesek leszünk júniusban, és egy nagyszabású rendezvényen szeretnék megünnepelni. A tagok közül 24-en öltöztek be valamilyen jelmezbe, hogy milyenbe az egészen a délutáni felvonulásig rejtve maradt társaik előtt. Mikor aztán megkezdődött a maskarás felvonulás, volt nagy nevetés a közönség részéről. A gyermekkorainknak a meséit örökítettük itt meg, a Hófehérke hét törpe, akkor volt a Piroska, akkor nem mesefigura, a Lidi néni, a piasza, a 77 éves Julis néni beöltözött, és hozza a formáját. Tös Maginé Pintér Borbála, aki a kezdetek óta tagja a baráti körnek, elmondta, hogy a közel 5 év alatt szinte az összes programon részt vett, nagyon jól érzi magát a közösségben, erre az összejövetelre is nagy örömmel jött és bújt jelmezbe. Hát kerestem egy egyszerű jelmez, ami nem tart sok mindenbe, és hát ezt találtam jónak, szeretek táncolni, szeretem a cigány dalokat,
és úgy gondoltam, hogy ezzel majd egy kicsit színesebbé teltem ezt a mai műsort. Nagyon jó bulikat szoktunk szervezni, nem ez az első, és remélem, hogy nem az utolsó. A legnagyobb sikert Hófehérke és a Hét törpe jelmeze érte el. A maskarába öltözött szépkorúak egy pár perces műsorral ízelítőt is adtak a meséből. Óriási nevetés és ováció volt a jutalom nekik. Most rövid reklámmal folytatjuk, majd a nagycsaládosok farsangjára látogatunk, maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, maró, lézerkivágós, tancoló és élhajlító gépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos, hegesztő, festő, szerelő, műszakvezető, minőségbiztosítási mérnök, mérnök informatikus, kereskedelmi asszisztens. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna, belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Közel 120-an vettek részt a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete által szervezett farsangon. Kicsik és nagyok kivétel nélkül mind jelmezbe bújtak, ezzel is színesítve az eseményt. Kicsiktől a nagyokig szinte mindenki jelmezbe bújt a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének farsangi báján. A közösséget három vagy annál több gyerekkel rendelkező családok alkotják, és a programjai között rendszeresen szerepelnek kirándulások, családi napok, vagy mint ez a farsangi bál is. Tavaly a Covid miatt elmaradt a közös mulatozás, idén viszont nem látták akadályát annak a szervezők, hogy belevágjanak egy télüző mulatságba.
Szántóné Gotrián Ida és a párja hippinek öltöztek, gyerekeik pedig rendőrnek. Nagyon várták már, hogy részt vehessenek ezen a rendezvényen. Régen tagok voltunk, aztán tartottunk egy kis szünetet, mert ugye két gyermekünk van, de két éve vagyunk újra tagok, és eljövünk minden rendezvényre, amire tudunk. Ez az a nap, amit azért szerintem mindenki vár, mert a gyerekek azért iskolába, óvodába be tudnak öltözni, de a felnőtteknek azért ez egy jó lehetőség arra, hogy kicsit kibújjunk a bőrünkből. Aki nem jártas a darts világában, azt talán ki sem találta volna, hogy Váci Kristóf kinek a bőrébe bújt a farsangi bál idejére. Itt van a pólómon, hogy Peter Wright, az egy kétszeres világbajnok dartsozó. Váci Antal Judit két éve vette át a stafétabotot elődjétől, ez a második általa rendezett farsang. Most idén körülbelül olyan 100-110 fogunk itt megjelenni. Úgy látom, mindenki szép számmal el is jött. Volt egy páran, akik azt mondták, hogy betegek lettek ma reggelre, ők egyértelműen lemondták, és ezúton is jó egészséget kívánunk nekik. Hát megpróbálunk egy nagyon kis izgalmas estét összehozni, ahogy látom, sikerült is, mert lesz bohóctól kezdve pilótáig is. Tombolával készülünk, rengeteg nyeremény van, és hál' Isten rengeteg felajánlást is kaptunk a tolnai vállalkozók által, amit ugyancsak köszönünk szépen. Plusz a magán jellegű a tagok is ajánlottak fel tomborára. Ezen felül lesz több nagyobb fődíj is, a torták, lesz 3 darab torta, egy hidegtál szett, és ugyanúgy egy pincetál szett is, amit a belépőjegyekkel fogunk majd kihúsorsolni. Váci Antal Judit azt is elmondta, hogy mivel az Egyesület idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját, így a csoport programjai a jubileum köré fognak szerveződni 2022-ben. Most a következő, majd a tavaszi ruhabőrze lesz márciusban, utána áprilisban lesz egy húsvéti játszó, a májusban nagyszabású családi napot tervezünk, majd lesz kenutúra nyáron, őszre tervezünk az őszi nagycsáldos találkozóra a Somberekre, vagy Sobri Parkba, és ezen felül még, ami a számunkra egy nagyszülinapi ajándék, az a 25 évet úgymond megpecsételi, az pedig egy erdélyi túra. Az egyesületünkben ugye általában a 3 vagy több gyermekes családok jelentkeznek, de ezen felül jönnek olyan családok, akik azonosulnak a mi céljainkkal, és nincsen 3 gyermekük, de ők is azt vallják, amit mi, így ők ugyanúgy beléphetnek, mint pártoló családok, és pártolják ezt az aktivitást, amit mi szervezünk. A 25 éve működő egyesület a mai napig arra törekszik, hogy a népesebb családban élő gyerekek és szüleik érdekeit képviselje, illetve hogy számukra a szabadidő hasznos eltöltésére programokat, eseményeket szervezzen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!